Keresétek meg, testvéreim, Királyok második könyve, 5. fejezetét. Királyok második könyve, 5. fejezet, 20. versétől olvasom Isten igéjét a rész végéig. A következőképpen hangzik Isten igéje. Géházi, Elizeusnak, az Isten emberének szolgája azt gondolta, ímé az én uram megkímélte ezt a szíriabeli Naámánt, és nem akará tőle elvenni, amit hozott. Él az úr, hogy utána futok, és valamit kérek tőle. És utána futott Géházi Naámánnak, látván pedig Naámán őt, hogy utána fut, leugrott a szekérből, és elejbe méne is mondta, rendben van minden. És mondta, rendben. Az én uram küldött engem, ezt mondván, imé most csak ez órában jött hozzám két ifjú az Efraim hegyéről, a próféták fiai közül, adj kérlek azoknak egy talentum ezüstöt, és két öltöző ruhát. És mondta Naámán, kérlek, védj két talentumot, és kényszeríté őt, és egybeköté a két talentum ezüstöt két zsákba, és két öltöző ruhát, és azokat együtt két szolgájának adta, akik előtte vitték azokat. De amikor a dombhoz ért, elvette tőlük azokat, és elrejté egy házban, és elbocsátá a férfiakat, és elmenének. Ő pedig bementvén megáll az ő ura előtt, és mondta néki Elizeus, honnét Géházi? Felelt, nem ment a te szolgád sehová. Ő pedig mondta néki, nem mentél el az én szívem veled, amikor az a férfi leszállott a szekérből elődbe? Most az ideje, hogy szerez ezüstöt, és hogy védj ruhákat, olajfákat, szőlőket, juhokat, barbokat, szolgákat és szolgáló leányokat. Azért rád és a te magodra ragad a Naámán bélpoklossága mindörökké. És kiment ő előle megpoklosodva, mint a hó. Imádkozzunk! Urunk, olyan megrendítő történet az, amit felolvastunk. Kérünk, hogy a Szentlélek által most szólj hozzánk, mondd el üzenetedet, és tedd készé szívünket igéd befogadására. Amen. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet! Elmúlt alkalommal Naámáról beszéltem, és most ennek a folytatása következik. Hallottuk korábbi időben, amikor testvérek között szolgáltam, hogy Istennek vannak kérdései hozzánk. Nem csak mi teszünk kérdéseket Isten felé, hogy miért, amit olyan gyakran fölteszünk Isten felé, hogy miért engedte meg ezt, hogy ez és ez történjen velem, hanem neki, Istennek is vannak kérdései felénk. Ilyen kérdése volt, amiről korábban szolgáltam, amikor Isten kérdezi, hogy hol vagy. Aztán Isten kérdése volt az is, hogy hol van a te testvéred, meg hol van Sára te feleséged. Ezek Istennek a kérdései, vagy éppenséggel az, hogy barátom, miért jöttél? Nem árt ezek mellett, a kérdések mellett elgondolkodni, belemélyedni, nem emberi üzenetként venni, hanem Isten kérdései ezek felénk. A felolvasott igében is két kérdés hangzik majd el. Az egyik ez a kérdés, hogy rendben van minden, a másik kérdés pedig, hogy honnét jössz? Azért olyan megdöbbentő számomra az előző történet, amiről múlt vasárnap beszéltem, és a mostani történet,
mert egymás mellett van szorosan a kegyelem és az ítélet. Kegyelem az, hogy egy pogány ember, aki leprás, reménytelenségben él, meghallja egyszer, hogy van gyógyulás, lehetőség, hogy kiszabaduljon régi, poklos életéből, hogy megtisztuljon és más emberré legyen. Ezért hosszú utat tesz meg, ezért megalázkodik, és csodálatos módon új életet nyer, nem csak a teste tisztult meg, de a lelke is, mert elmondja a gyönyörű hitvallást, hogy bizonnyal tudom, hogy nincs más Isten Izrael Istenén kívül. Eljut a pogány ember a tiszta Isten hitig, és örvendezve megy hazafelé. Mindezt nem érti Géházi, Elizeus szolgája. Hogy lehet egy ilyen gazdag embert elengedni csak úgy? Hát mi szegények vagyunk. A következő fejezetben látjuk majd, hogy még Baltát is úgy kérnek kölcsön. Hát nem lenne szükségünk arra az ezüstre, amit hozott ez a jó ember? Hát szívesen adja. Elizeus tudta, hogy miért nem fogadta el. Elizeus azt akarta világossá tenni Naamánnak. Naamán, nem én adtam a gyógyulást, a mindenható Isten. És hogyha te valamit is akarsz adni, akkor ne nekem add, hanem add önmagadat az Úrnak. Neki tartozó hálaadással. Isten a te életedet akarja, és neki szolgálj, az övé légy. Mindebből Géházi semmit sem ért, és úgy gondolja, nem engedhető meg, hogy csak úgy hazamenjen ez az ember a maga kincseivel, ruháival, majd én kézbe veszem a dolgot. Az én gazdám jó próféta, de úgy látszik rossz üzletember. Hát ki kell segíteni. Egymáson segítsünk, ő profétál, én meg az üzleti életet majd vezetem. Gyorsan utána fut Naamánnak, és Naamán észreveszi a futó Géházit, előzékenyen megáll, Naamán leszáll, és ezt a kérdést teszi fel, rendben van minden. És egy pillanatra talán elhallgat Géházi, majd vihegve elmondja, hogy rendben. És a következő pillanatokban csak ömlik az ajkáról a hazugság. Egy szó sem igaz, amit mond. Ezen a délelőttön Isten most te tőled kérdezi, testvérem, hogy a te életedben rendben van minden. Úgy akár az anyagi dolgok, akár más dolgok rendben vannak az életedbe. A kapcsolataid, családon belül és a családon kívül rendben vannak. Feleségeddel való kapcsolat és férjeddel kapcsolatod, gyermekeiddel, munkatársaiddal, szomszédaiddal, gyülekezeten belül és kívül rendben van minden. Ne siessük el a választ, hanem próbáljuk megvizsgálni az életünket az Isten színe előtt, és ne mondjuk ki gyorsan a választ, hiszen Isten nem kellemetlenkedni akar, hanem azt akarja, hogy rendetlen életünkben végre rend legyen. És azért teszi fel a kérdést, hogy eszméltessen, megállítson, és rend legyen az életünkben, mert Isten a rend Istene. Ki az, aki azt mondja magáról, hogy rendben van minden? Ki is az? Géházi az Isten emberének a szolgája. Hát az Isten emberé mellett
Az Isten embere szolgájaként már csak rendbe kell, hogy legyen minden, nem? Hát már az Isten emberének a szolgájánál sincs minden rendben. Hát hogy néz az ki? Hát ha már a lelkésznél, az elöljárónál, a püspöknél, meg az egyéb méltóságoknál sincs minden rendben, hát akkor kinél lenne? Hát úgy gondolja a Géházi, hogy rendben van minden, persze. Hát látszott szerint igen. Látszott szerint úgy minden rendben van, hiszen ő még jelen pillanatban Elizeus szolgálja, hosszú időn keresztül ott szolgált Elizeus mellett, úgy ismerte a nép, esetleg őt is tisztelte, mint a nagy prófétának a szolgáját. Hát hogy nem? Látszott szerint igen nem volt. És drága testvéreim, pont ez a legnagyobb bajunk, hogy olyan sokat adunk a látszatra. Látszatra. Hogy ne látszik ki az, hogy valójában mi minden van bennünk, és kik vagyunk mi. Látszat esetleg az, hogy milyen címünk van, mi a származásunk, milyen elődeink vannak. Lehet sok mindent felsorolni, meg az, hogy mi imaházba járunk, az Isten népéhez tartozunk, hogy nyilván tartanak bennünket. Mindez csak látszat, de Isten a szívet nézi. Isten a látszat mögé néz, és a szívben néz, hogy mi lakozik ott a szívünkben, és mi a valóság az életünkben, és ez a leglényegesebb. Kedves gyülekezet, elgondolkodtató az, hogy hogyan lehetséges az, hogy egy ilyen embernek, mint Isten emberének a szolgája, vagy éppen mondjam azt, hogy egy híres, neves ember mégiscsak elbukik egyszer. Hát annak a Géházinál el lehet mondani a mozgató rugója, hogy volt valami éhség a szíve mélyén. Szíve mélyén ott volt az éhség, szeretett volna gazdagabb, kiteljesedettebb életet élni, nem olyan szegényesen, hogy még egy baltánk sincs, még azt is úgy kell kölcsön kérni. És a szíve mélyén ott van az elégedetlenség, ott van, hogy lehetne sokkal jobb is az életünk. Talán soha nem derül ki, hogy Géházi életében mi az, ami megkötözi őt, hogyha nincs ez az alkalom. Az alkalom, mint egy felszínre hozza azt, hogy mi van az ember szívében. Nyilvánvalóvá teszi, hogy mi is van a szíved mélyén. Talán ő maga sem sejtette és tudta pontosan, hogy melyek azok a vágyak, törekvések, amelyek ott vannak a szívében. Csak hogy a vágyból gondolat lesz, és a gondolat megfogad, aztán tetté lesz. A gondolat és a tett között nem olyan nagy a határ, csupán egy lépés. Amikor Kain lehorgasztotta a fejét, mivel Isten nem fogadta el az ő áldozatát, azt mondta neki Isten, vigyázz, a bűn az ajtó előtt leselkedik, rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Testvérem, te rád is leselkedik a bűn, meg ér rám is, mindannyiunkra. Csak kérdés, hogy mennyire tudunk uralkodni rajta. Az Úr Jézus azt mondja, a szívből származnak a gonosz gondolatok, az irigység, a féltékenység, a parázna gondolatok, a hazugság, a rágalom. És jaj, de sokszor nem látjuk, hogy mi minden lakul ott a szív mélyén, csak úgy a felszínt mutatjuk, azt tesszük a kirakadba, és
megelégszünk ennyivel. Jakab apostol olyan döbbenetesen írja le, hogy kezdődik a kívánsággal, a kívánság megfogamván bűnszül, a bűn pedig halált nemz. Elindul a folyamat a kívánsággal, és hogyha az ember itt nem áll meg, és nem parancsol, hogy nem tovább, nem akarok lejtőre kerülni, nem akarom elveszíteni a hívő életemet. A kívánság jelentkezésénél még lehet megállt parancsolni. De amikor elindul az ember a lejtőn, akkor a lejtő törvénye érvényesül, ott már nem tud olyan könnyen megállni. És Isten azt kérdezi tőlünk, mi van a te szívedben? Tisztában vagy vele, hogy mi minden lakozik a szívedben? Imádkozó ember vagy, vallásos embernek ismernek, éneklet szépen a közösségi éneket, mindez nagyon jó. De mi van a szívedben? Nincs esetleg harag vagy gyűlölet? Nem tudsz megbocsátani? Keserűség? Hogy nem sikerülnek úgy a dolgok, ahogy te azt eltervezted és kigondoltad magadnak? És ott van esetlegesen a szívedben a keserűség? Vagy az önzőség? És tudod, ha ott van ott vannak a szívedben, az ördögnek ez egy kampó, amiben belefogózkodik, és nem akar elengedni téged, míg nem teljesen tönkre nem tesz. A 36. Zsoltárban ezt olvassuk, a bűnös ember szíve mélyén ott suttog a bűn. A bűnös ember szíve mélyén ott suttog a bűn. Felszín rendben, kitűnő, de a szíve mélyen, ott suttog a bűn. Isten kérdezi tőled, rendben van minden. Nem csak látszat szerint, hanem úgy a szíved mélyén is. Rendben van minden. Mi segít rajtunk? Hát az, ha kérjük Istent, hogy Uram, vizsgálj meg engem. Uram, nézd át az egész életemet, a bensőmet, lelkemet, szívemet, egész lényemet, hogy van-e valami bűn, amely megkötöz, amely esetleg tönkretesz engem. Uram, én nem akarok tönkre menni. Én a te utadon akarok járni. Uram, vizsgálj meg engem. Így állunk oda Isten elé, hogy vizsgáljon meg bennünket, és ebben Isten segítségül adja az ő igéjét. Nem valami természet feletti hang fog megszólalni, hogy te Kovács István, neked az életedben ez és ez a bűn, hanem Isten igéje leplezi le a mi bensőnket, úgy, ahogy Pál írja a korintusi levélbe, hogy egy avatatlan, amikor bejön közétek, hallgatva az Isten igéjét, nyilvánvalóká lesz. Nyilvánvalóvá lesz, hogy mi van a szívében, és leborul, és azt mondja, bizonnyal közöttetek van az Isten. Kérdés, hogy akkor, amikor Isten igéje leleplez bennünket, amikor nyilvánvalóvá teszi, hogy mi van a szívünkben, akarunk-e tisztulni? Akarunk-e megtisztulni attól, vagy pedig görcsösen ragaszkodunk hozzá. Ez a radikalizmus, hogy már pedig mindaz, ami Isten előtt utálatos, azt nem tűrhetem meg az életemben. Olyan nagyon kevés ember életében van meg. Inkább megalkuszunk a bűnnel. Ezt még megengedhetem magamnak. Hát erről nem tud senki. Ez jó van így is. Ott van a szívedben, testvérem, ez a radikalizmus,
hogy már pedig ami Isten előtt utálatos, az nekem nem lehet kedves. Azt én is utálom. Olyan kedves, ahogy olvassuk Jobbnál, hogy bűngyűlölő volt. Vajon el lehet-e mondani rólad, rólunk, hogy bűngyűlölők vagyunk? Hogy így ismernek bennünket, hogy bűngyűlölők? És ez a történet, testvéreim, olyan mélységesen elénk tárja azt az igazságot, hogy más dolog az Isten közelében lenni, meg más dolog az Istennel közösségben lenni. Sok ember úgy ott van az Isten közelébe, mint Júdás ott Jézus mellett. Hát hallotta 3 éven át a gyönyörű prédikációkat, látta Jézus Krisztus csodálatos dolgait, de nem közösségben volt Júdás Jézussal. Ő soha nem nevezte Jézust urának, ő mindig csak mesternek szólította. És ez a félelmetes dolog, testvéreim, hogy nagyon sok ember megelégszik azzal, hogy én az Isten közelségébe vagyok. Eljövök az Úr házába, úgy eleget teszek mindannak, ami kell, és aztán úgy az Istennel, Isten közelségébe vagyok. De Isten többet akar. Azt akarja, hogy élő, valóságos közösségben légy az Úrral. Hogy az Úr beszélhessen hozzá, elmondhassa, mi az, ami helytelen az életedben, ami kivetni való. Vagy mi az, amit még erősebben kell gyakorolni, még odaadóbban. Azt olvassuk, hogy Géházi pedig azt gondolta. Látjátok, hol kezdődik a? Azt gondolja. Mire szoktál te gondolni, testvéreim, amikor úgy csendességed van? Akár lefekvéskor, míg el nem alszol, hol járnak a te gondolataid? Ismétlem, a gondolat és a tett között csak egy kicsint is lépés a különbség. Nem véletlen ajánlott Pál apostol a Filippi levélben, hogy mindaz, ami tisztességes, igaz, igazságos, tiszta, kedves, erény, erről gondolkodjatok. Ha meglátod az életedben, hogy mi az, ami téged rossz irányba vezetne, rossz útra terelne, formáld át imádsággá. Sokan megbotránkoznak ott a zsoltárok egy-egy kifejezésében, de a zsoltáros mindig őszinte az Isten előtt. Azt mondja el, ami a szívében van. Ha kell, egész elmegy az átkozódásig, de őszinte. És nem szépítgeti a dolgot, nem formális imádságokat mond, hanem azt, ami a szívében van. Isten úgy is ismeri a te szívedet, jól tudja, mi van benne. Azt olvassuk, hogy Géházi miután gondolta, utána futott a szekér után. Testvéreim, elgondolkodtam, hogy vajon mi milyen szekér után futunk. Nem csábít bennünket is Naamán szekere? A kincs, a pénz, a még több. Még mindig nem elég, még több. És hajtunk, szaladunk, lótunk, futunk. Tudod, testvérem? Van a Bibliában egy férfiú, aki szintén futott a szekér után. Fület evangélista. De ő nem azért, hogy meggazdagodjon. Ő nem azért futott a pénzügyminiszter után, hogy valami pénz kicsikarjon belőle, hanem hogy az evangéliumot közölje. Érted, amit olvasol? Ó, drága testvérem, ha itt Pécelen mindenki felölteni az evangélium hirdetésének saruját, és ez lenne a legfontosabb, hogy az evangéliumot
futva hirdessük, mint húsvét hajnalán az asszonyok futva mentek, hogy hírül adják az örömhírt. Krisztus feltámad, Krisztus él! Nem kellene inkább ezen szekerek után futni és hirdetni ezt a dolgot. Rendben van minden, Géházi, kérdezi Isten. Nem hallod, Géházi? Ezen a pogány emberen keresztül az Úr kérdez. Nem kellene megállnod és megtöbbenned? Jó irányba megyek én? Jó úton vagyok én? Hát, Istenem, bocsáss meg nekem, hogy tele van a szívem hazugsággal, gondolataim tisztátalanok. Tisztíts meg, Uram, egészen, hogy egészen tiszta legyen. Testvér, küldetésben jársz, vagy engedetlenségben? Mi után futsz, vagy mi elől szaladsz, mint Jónás? Vagy egyen, vagy éppenséggel, amikor pénz után kell futni, akkor fürgék vagyunk. Amikor az evangéliumot kell hirdetni, akkor ólomlábakon megyünk. Mert hát, jaj, úgyse hiszik, amit mondok, visszautasítják, nem fogadják el. De nehéz őszintén is igazán tovább menni és mondani az evangéliumot, hogy meghallják azok, akik kárhozat felé tartanak. Olvastam egy történetet. Idős ember egyszer felöltözött, városba akart menni egy esküvőre, de idős lévén elfelejtette, hogy hová is indult. Egy kávéházban egyik fiatal mesélte, hogy képzeljétek a szomszédom, hogy jár, felöltözött ünneplőre, elment a városba, és a városban hazatelefonál a feleségének, hogy hová is indult. Hát, mire megöregszik az ember, ilyesmi előfordul, hogy elfelejti. De vajon mi tudjuk-e, hogy honnan indultunk, és merre felé tart az életünk? Vajon te tudod-e, hogy a te életed merre felé tart, és jó irányban van? És tudod-e a telefonszámot, ahol megkérdezheted, hogy Uram, jó irányba halad az én életem? Géházi, miután elmondja a hazugságát, folyékonyan, szemrebben és nélkül, eszébe se jut, hogy valaki tud róla, hogy ő mit tesz. Azt olvassuk, hogy Naamán pedig nem egy talentumot, hanem két talentum ezüstöt adott neki. Kényszerítette őt. De nagy kényszer kellett hozzá, ugye elképzelni. Elizeust is próbálta kényszeríteni, hogy fogadja el, unszolda. Elizeus azt mondta, nem nekem tartozol, az élő Istennek. Géházit nagyon kellett ám kényszeríteni, hogy ne egy talentumot vigyél, hanem kettőt. Eszembe jutott volt a falumba egy ember, hát olyan magányos ember, így hívta mindenki, hogy paprikás. Hívőkhöz eljárogatott, mert ott mindig kapott valamit, de a Bibliát elővették a hívők, akkor gyorsan menekült, mint az ördög a tömjén füstöl, ahogy mondani szokták. Aztán nem egyszer, amikor megkínálták őt valami sütemény, tessék csak hagyni. Hát valahogy Géházi is így csinál, hogy hagyjon csak, hát jó lesz az nekem. Félelmetes dolog ez a kapzsiság. És az Isten ügye, a misszió ügye, az nem számít. Hogy milyen gyalázatot hoz az Isten ügyére? Hát mit gondol ez a pogány ember? Olyan szépen mondta Elizeus, hogy ér az Úr, hogy semmit nem veszek el abból, amit hoztál, nem kell.
Hát milyen ember az Isten ember, hogy most meggondolja magát? Most meg utána küldi a szolgáját? Testvér, nincs nagyobb bűn annál, mikor valaki az Isten igyének árt így, és azt járatja le. Ettől nagyobb bűn nem ilyen van. És azt olvassuk, hogy Géházi elveszi a két szolgától a zsákot, és elrejtette a házba, és aztán a szolgákat visszaküldte. Igen, ami bűnös dolog, azt rejtegetni kell. Most már teherré lesz. A ti életetekben nincsen rejtegetni való, amiről ne tudjon senki, vagy ne tudja a feleségem, ne tudja a férjem, ne tudják meg a gyerekek, ne tudja meg a lelkész, ne tudja meg a gyülekezet. Tudod, testvér, nem a házban, meg a dombaljára szoktuk mi ezt elrejteni, hanem leszorítjuk a tudattalamba. Aztán csodálkozik mindenki. Miért vagy te ilyen ideges? Hirtelen fölpattantál, és olyan ideges vagy, besapod az ajtót. Nem történt semmi, olyan különös, nem látjuk az indokát. Ja, csak ott a tudattalamban rejteget valamit, és ez feszülté teszi. Elrejtette. Testvér, nem kellene ezeket a rejtett dolgokat megbeszélni, esetleg feleségeddel, férjeddel, azokkal, akikre ez tartozik, hogy megtisztuljon onnan bentről minden, hogy a feszültségek oldódjanak és gyógyuljanak életed? Aztán azt olvassuk, hogy Géházi minek utána esetleg megtapsolta magát, megberegette a vállát. Na jó, sikerült ez, hát minden rendjén van. Bemegy és megáll Géházi Elizeus előtt. Igen, testvérek, gyakori eset. Elkövetjük a magunk bűnöcskéit, és utána elmegyünk és megállunk Isten előtt. Imádkozunk az ő áldásáért, szépen énekelünk, talán még szolgálunk is, úrvacsorázunk is, megállunk Isten előtt, mint akiknél minden rendben van. Hát, Uram, hát nekem nincsen semmi olyan különös dolog, hát ugye te se láttad, hogy mit rejtegettem el. Nem érezzük ezt a fonákságot, hogy miközben rejtegetünk dolgokat, az Isten elé állunk, mintha minden rendben lenne. És ekkor hangzik el a második kérdés Elizeus részéről mostan, Géházi felé. Honnét Géházi? Isten olyan kegyelmes, hogy alkalmat ad a bűnbánóra. Mert nem azokon hajtatik végre az ítélet, akik bűneiket belátják, és hajlandók azt megvallani, és elhagy. Hanem az isteni ítélet azokon hajtatik végre, akik kitartanak a bűneikben. Akik a bűnt nem hajlandók bűnnek nevezni, hanem kitartanak benne, és végsőkig kitartanak a bűnük mellett. Megkeményednek a bűnükbe. Isten ki szeretné emelni ezt az embert? Ha az első kérdés, rendben van minden, nem hatott, jó, pogány ember kérdezte, talán pogány ember előtt nehéz a bűnvallás. De most ott van az Isten embere, kérdezi, honnét Géházi? Ha nem volt a te szolgád sehol sem.
itt kell meglátni, hogy az Isten emberének szolgája megkeményedett a bűnben, nem hajlandó szakítani azzal, az neki fontos. És ezért az ítélet azokon hajtatik végre, akik nem tartanak bűnbánatot, hanem ragaszkodnak bűneikhez. Testvér, Isten ma kérdez téged, rendben van minden. A te életedben rendben van minden. Kinyújtja a kezét, Isten átszegzett kezét, kinyújtja feléd, hogy megragadjon téged, hogy a bűneidben ne vesz el. De ha valakinek fontosabb a bűne, mint az átszegzett kezek, azon nem lehet segíteni. Ezért rajtad és a te magodra száll a poklosság. Testvér, ha te rejtegeted a bűneidet, akkor nem poklos leszel, hanem az örök életet veszíted el, az örök kárhozatra négy. Felteszi még a kérdést, Elizeus az Isten emberének szolgája, most van itt az ideje, hogy szerez ezt, azt, amaszt. Mindennek rendelt ideje van. Hát de most van az ideje. Így, ilyen módon. Hazugsággal, korrupt módon. És testvérem, te tudod-e, hogy minek van itt az ideje? A te életedben. Talán a döntésnek, a megtérésnek ideje van itt. De tudod-e, hogy ennek van itt az ideje? Vagy egyeseknek a bűnvallásra, Uram, én ezt és ezt tettem, és ezeket a bűnöket szeretném lerakni most. Jövök semmit nem hozva, keresztedbe fogózva, mesztelen, hogy felruház, árván bízva, hogy megszánsz. Isten áldjon meg bennünket, hogy bűneinket ne takargassuk, Isten kész bocsánatot adni, ezt hirdetni az úrvacsorai jegyek is, és Jézus Krisztus azért halt meg, hogy mi bűneinkre bocsánatot kapjunk. De ez nem megy úgy, hogy tagadjuk, és bűneinkhez ragaszkodunk, hanem hű és igaz az Isten, hogy megbocsátja bűneinket, ha megvalljuk. Tegyük ezt. Amen. Amen.